szeretettel köszöntöm a Forrás Táncegyüttesből. Itt van kettő népszerű táncosunk, Csiszár Gergő és Oli Erzsébet, akikre nagyon büszkék vagyunk. Egy pár szóban légy szíves, mutassátok be magatokat. Hát a, itt Vancouverben a Forrás Néptánc csoport lassan 40 éve létezik. Sokan vagyunk, kb. 30-an, 18-től 50-ig, és nagyon lelkes csoport, ezt nagyon szeretjük csinálni, és az a fontos. Még ráadásul nekünk is nagyon fontos, hogy a gyermekeink is nagyon kezdenek érdeklődni ebbe a dologba. Reméljük, hogy a harmad generációs fog ilyet csinálni és táncolni. Rendkívül sok felkérést kaptatok az elmúlt 20 év során minden bizonyára. Melyikekre vagytok a legbüszkébbek? Igenis, sokat pendítünk ebben az évben, de a legélményesebb ünnepség volt az 56-os évforduló, amikor megkértek a Victoriába, a parlamentbe fellépni. És ott volt a nagykövet, meg a parlamenti képviselők is, és ők velük is találkoztunk, meg ők azt mondták, annyira élvezték ezt a misort is. Ja, ott nem volt ilyen, viszont nagyon csúszott a padló, mert márvány volt, és ez volt a legnehezebb dolog benne. Szakmailag is egy kihívás volt, de igen, nagyon szépen helytáltatok. Ja. Azért vagyunk itt, mert egy fontos bejelentésetek van, egy nagyszabású dologra készültök. Hát igen, október 2017-ben lesz a 39. Nyugat-Kanadai Magyar Néptánc Fesztivál, ahol nagyon sokan leszünk, néptáncos egész Észak-Amerikából, a nyugat-kanadai városnak tánccsoportjukból itt leszünk, kb. 250-300-an, még vendégoktatók Magyarországból, meg zenészek innen is, meg onnan is, meg Amerikából, meg mindenhol. Honnan ez egy nagyon nagy élmény lesz, és nagyon értékes. És ti vagytok a szervezői akkor ennek az egész rendezvénynek? Mi szervezünk az egészet ebben az évben, ez a második alkalom, az Tobiatévaltot szervezik, és nagyon-nagyon várjuk, viszont elég sok munka van mögötte, de mindig megéri. Kevés olyan fesztivál szerintem, ami 40 éve megy, Magyarországon belül is szerintem. Sok sikert kívánok nektek! Köszönjük szépen! Köszönöm, hogy eljöttetek!